Anna. Sziasztok, üdvözlök akkor mindenkit innen a Kenepesi útvonalnál. Mai nap nohabozni fogunk külön vonattal. Elmegyünk Balaton-Szentgyörgy Somogyszor fel a beszállt vonalon, addig ugye a 30-ason végig. Balatonparton, aztán tehát a noha tervezett útvonal az ugye Budapestről Somogyszobig lemegyünk a 30-ason, aztán utána a bezárt vonalon, hát úgy Somogyszob, hogy Balaton-Szentgyörgy Somogyszob között, aztán Kapkaposvár, Fonyód és akkor úgy vissza. Hát most egyelőre várunk egy 45-ös buszra, utána egy 32-es egy Kirákos rendezőre, onnan fog a vonat indulni. Úgyhogy majd útközben is sok videót össze fogok hozni belőle, úgyhogy tartsatok velünk, ez egy külön vonatozás lesz. Sziasztok, közben itt vagyok az Őrsön. Szemben ott a sugár, ugye várom a 32-es buszt, elvileg 5 perc múlva jönni fog. És akkor azzal megyünk tovább. Igen, ott megy el, szemben egy fele, az már a 32-eshez tartozik, úgyhogy arra fele fogunk menni. Egyébként nem mindjárt megmutatom a kijelzőt. Tehát ott van. 4 perc múlva itt a 32-es, azzal elmegyek a Kassai térig, utána onnan meg már besétálok Rákos rendezőre. Egyébként itt vagyunk most az Őrsön. Így kora reggel nem történik semmi érdemleges. Majd később jelentkezem. Sziasztok, a 32-esre eljutottam a Kassai térig. Innen gyalog tovább Rákos rendezőig. Úgy körülbelül 7 órakor fogják kitolni a szerelvényt. 7 óra 10 körül is indul, úgyhogy még bőven időben vagyunk, most ilyen fél hét körül van. És szerintem egy 10 perc alatt lazán kisétálok rendezőig. Úgyhogy majd a vonatról még szerintem fogok jelentkezni onnan már. Esetleg még Rákos rendezőre, hogyha lesz ott valami érdekes. Úgyhogy most megyünk át a felüljárón, megmutatom nektek. Nem olyan egyszerű, mert közben 2 szatyrot is szipelek. Egyébként itt át kell menni az autópálya fölött. És a túloldalt még ott van a BVSC úszoda, és egy picivel arrébb már Rákos rendező, úgyhogy haladunk szépen előre. Egyébként itt ilyenkor nincs semmi nagy kihalás, éppen csak megindult itt a tömegközlekedés. Már jár a 3-as villamos, jár a 32-es busz. Még lehet, hogy a 74 ottról is járt volna, de most azt nem várom, meg addig simán átsétálok. Ezért viszont már 74 ottról is lehet menni a Teleki Blanka utcáig, és onnan már csak 5 percet kell sétálni. De jó, most ez így. Na, lassan oda is élek. Azt akarom, majd a vonatról jelentkezem ismét. Na gyere. Igen. Gimmel. Az igen, köszönöm. Azért kerekkel a biztos. Nem, igen. Nem erről volt szó. Jó. Így viszont... Ez egy kocsi. És a biciklis van. Akik bekuncsadogtak a füstibe? Hogy hol szálltak föl? Csak az egyeste jöhet, máshol nincs peron. Oda mennek át. Szerintem induljunk meg. Hova?
második betétben. Közben megérkeztünk Balatonszentgyörgyre ide egy körüljárás után. Itt vagyunk. Hát vagyunk egy páran, akik. És öt kocsival jött, nem is négyel. Itt vagyok én is. Háttérben van a hatban. Indulás Balatonszentgyörgyről. Itt a nagy csapat, a nagy dohavos. Nagy papagány. Nézzétek meg a szarvast, az árok!
van egy szalvas. Aha. Hol? Szalvas? Sokára itt izé. Szabadhagyják kanyag és ott a kecsin szálköt volt egy. De ennek már nincs feje. Jó. Gyere itt van, legeld le a fákat. Hozom a személyszellőzőre. Ha túléled, akkor én is megyek. Mondom, ha túléled, én is megyek. Thank you.
meg az első ilyen nohabos Utassak! Én ezt kaptam, nézd már meg! Levelet kaptam live! Bizony, én ezt kaptam, nézd meg! Ja persze, én megvárom, hogy kivirágnikod! Néha beteszed a kapatot! Legelőször! Itt válogott a vezetékre is városnakon válnőtt! Közben megérkeztünk Mesztegnyőre. Itt a kis vonat, egy C50-es. Arrafelé pedig a kisvasútnak a sínje, meg a végállomás. Hoppá, tényleg ott van a szépen. Mesztegnyői kisvasút. Kisvasút végállomása. Ja. Nézd meg, hogy futnak. Szóval szó is ide jön. Lehet azért. Jó Feri is ott van a bokorban. Videózod? Ja, nappal szembe. Laci, hogy ízlik a pálinka? Nagyon jó, finom. Ugye? Te nagyon jó volt. Ugány fülös ember vagyok. Mesztegnyői házi pálinka. De egyébként nagyon finom volt. Csak egy kicsit erős, de finom. Úgyhogy csinálunk egy kis reklámot neki majd. Ja, másik oldalt nincs semmi a címkén, ilyen kódjátják. És akkor még egy kis reklámot neki. Csak hogy elhiggyétek, hogy tényleg jó itt előttetek, egyet megiszok. Úgyhogy egészségedre. Na neked is. Én is iszok egyet, igen. Muszáj bedapni a filmbe egyet, hogy megint, hogy elhiggyék, hogy tényleg jó. Micsoda fogadtatásunk. Hogyha már reklámot csináltam neki. Úgyhogy egészségetekre. Tettem el egy ilyen szórakozott már. Akkor sokféle. Aha, de ez is nagyon. Kicsit erős, de egyébként finom, ezt tudom ajánlani. Te valaki Mesztegnyőn jár, akkor... Bekukkantatok a melával? Persze. De nem? Lássátok fele, én ilyen se sűrűn láttok, hogy a 10-es nohabnak a géptele. Ezt így megmutatom nektek most így. Szerencsés véletlen, hogy pont itt voltam, és pont nyitva volt az ajtó. És még meg is engedték.
képébe nézzek, úgyhogy tessék, nézzétek meg. Na most megyünk itt a 37-es vonalon. Fágak jönnének befelé hozzánk, utaznának velünk. Ha? Ja, csak nem tudnak. Itt van Zsangi, éppen isza a kőbombit. Györjed befele. Nem vészélyi gondolatod és kamerázom mindenkit, aki mit csinál? Nem. Kezd a vécébe. Kezdjük Ferivel, aki éppen a telefonját nyomkodja. Majd ne Dani meg visszajön. Dani meg éppen jön vissza a vécéről. Majd esetem meg, jelent. Mondom, Dani éppen jön vissza a vécéről. Hát igen. Csináltam neked egy kis videót. Azt már nagy felom is megénekelt, hogy ami befolyik, az rögtön kifolyik, úgyhogy ez gyakorlatban igazolom, hogy Dani, igaza volt. Dani, és hol van az a kamerád, amit a vonatánál szoktál berakni? Itt van a kezemben. Bár mondjuk ez beférne már a vonatánál, mert... Az a szappantartó. Az még a régi szappantartó volt, az még... Hát ezt már nem raknám, de be se férne. Meg ez már drága hozni berakjam, de... Az még be lehetne éppen, még azokat nem raktam be. Ami is előtt. Dani éppen szedi elő a sört. Kőbombi. Szedjed. Utána iszok a te táskádba. De más a kőbányai felső van. Van még a te táskádban is te. Na jó. Itt van egy kőbánya felső. Kőbombi. Kőbombi felső, alsó királyász. Egészség, be a szervezetbe. Hogy mondta Kumbéla? Be a szervezetbe. Be a szervezetbe. Hol lakik az Úristen? Menj be. Menj be. Ha ezt Tibi atya meglátja, Tibi főleg, hogy még üres. Szerintem akkor inkább visszamegy a teremtőjéhez. Hogy... Tuti. Na ez már... Vagy egy millió agysejt, aztán béla vagy a minden. Egy millió agysejt, vigyázz! Oszolj! Én meg nem vagyok falszok, hogy itt az írás ideje. Igen, itt az írás ideje. Tényleg, most a amikor volt Ivónap is. Tényleg. Ivónap befelé. Mikor volt ezt a kedden vagy szerdán volt akkor Ivónap? Sokat. Igen, tehát az a férfi nap volt. Ivónapra akkor ígyunk jó sokat. Akkor inkább mondjuk azt, hogy 100 nohapnak 50 a fele. Ha elindul a Noa, a Daninak a szíve majd megszakad. Ha elindul a Noa, Dani szíve majd megszakad. Ott van a keleti alatt, nem tudod? A keleti alatt ott van, igen. 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 Vagy a csárán vagyok, Már bejelöltem a fotókat, azt messengerén sem. Persze, csak ott az a baj, hogy ott leputítja a képeket, inkább a gmail az rendesen elhagyom. Inkább átküldne mailére. Rendesen átküldi úgy, hogy az a baj a Facebook, hogy azt leputítja a képeket, az nem olyan, mint az igazi. De gondolod, átküldem messengerre, hogyha úgy jó akar. Jó, hogyha nem akar, majd át.
Na, közben megérkeztünk a Postüskevára. Itt fogunk állni legalább egy 20 percet. Itt van a 10-es lomhoz. És a Fonyód-Kaposvár vasútvonal. Na. Fotósokat nem zavarjuk. De a biciklit úgyis beletolják képbe, úgyhogy megyünk mi is. És a szokásos 10-eske. Ja, közben itt vagyunk Kapostüskeváron a múzeumban. Hamarosan be is jutunk. És akkor szétnézünk itt a környéken. Jó. Szavak helyett beszéljenek a képek. Azt nézzétek. Ott 30 évvel ezelőtt, most nem biztos. Kapostüskevár vasútállomás kiállítási és a nagy terepasztalos helyiségünk elég vége. Oda csak ilyen keretre alkoz. Nézzétek, tank. Hol is vagyunk most? Kaposvár, hol van Kaposvár? Igen, tehát Kapostüskevár, ott vagyunk most. És így errefele fogunk menni, és így vissza. Most nézzem meg a makett kiállítást. Itt egy telefasztal. Nézzétek, ott a Yamaha, ott a Yamaha. Pedig egy cserkő. Beállítás a kocsi mellé. Ott vasutas sapkák, és azt a képeket nézzétek. Az 5-ös noha még forgalomba. Mostani táblák. Közben itt vagyunk a Postüskevár állomáson, ahol itt ilyen telepasztal és vasúti relikvia kiállítás van az állomáson, ezt néztük meg, és van körülbelül, még van körülbelül 10 percünk, ameddig indul a vonat, addig kényelmesen van idő mindent megnézni. Ja, és itt van a vonatunk. Ott van az elején a noha, ami most éppen nem látszik. Köszönöm szépen!
Na, sziasztok, így a videó végében ezt be is rakom, hogy, hogy itt vagyunk a Lákos rendezőn, és végig kísérünk neked, és a következő GM-es útra, és szeretettel várom a megkívásodokat, és jövünk. Köszönjük szépen, sziasztok, jó pihenést. További szép estét, sziasztok! 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 És rugodjunk fel, azt menjünk velük. Vízvezeték szel előtt. Ha nagyon gyorsan ugorjunk fel, meg talán elférünk. Jó, közben megérkeztünk éjszaka a Nákos rendezőbe. Leszálltunk a vonaton, elment. Fordítjuk-e? Ja, Gajdár sem nem szeretne szerepelni a videóban, úgyhogy megadjuk a lehetőséget. Gajdár sem szeretne szerepelni a videóban. Na hajrá! Menjünk előre, leszálltunk a vonatról, kurva jó volt az egész nap, jól is éreztük magunkat, és irány sörözni. Igen, ennél szebben én sem tudtam volna összefoglalni ezt a videó, tehát szerintem ez egy záros és ritták, ez tökéletes lett. És lényeg az, hogy itt vagyunk a Lákos rendezőn, a vonat eddig jött, itt leszálltunk, hát innen már csak az a kell sétálni. Igen, jól lesz valakosztunk, jól leszünk magunkat, ez volt a lényeg. Bejártok a 35-es vonalat is. Viszont, ja igen, 35-es vonalat bejártuk, igazából ez volt a lényeg, ezért mentünk. És a Nohab GM vonat is elment, úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, sziasztok! Ja, és még ezt a Nohab zászló eszében megmutatom így. És mindenki fönnmaradt a helyén, senki nem esett a zárós titnek, sziasztok! És én is itt vagyok veletted.